Robotok segítik a gyártást a Denso székesfehérvári gyárában, és robot adagolja a gyógyszereket az egyik fehérvári patikában. Ezek a felvételek nem most, már évekkel ezelőtt készültek. Az iparban azóta már mindennaposak a hasonló fejlesztések, a szóban forgó robotok pedig szinte napról napra több mindenre képesek. Műszaki karként jó válaszokat kell adni. Épp a rohamos fejlődés kapcsán tartottak műhelykonferenciát csütörtökön az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán. A felsőoktatási intézményben éppen az ipar igényeire reagálva egy évtizede foglalkoznak robotikával is. Időről időre új kihívásoknak kell megfeleljenek. Fejlesztési trendek, és ezt az egyetem is felvállalja, a robotok egymással történő kooperációi, illetve kollaboratív robotikának mondják azt, amikor a robot az emberrel dolgozik együtt, és az embert idézőben, mint tökéletlen robotot, a robotnak kell kezelni. Tehát valami ilyesmi kívásokra kell valós válaszokat megfogalmaznunk, és ez a mai műhelyi konferencia részint ezt a megközelítést támogatja. A konferencia előadói közt az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgató helyettesét is megtalálták az érdeklődők, aki a robotika, agrár és egészségiparban betöltött szerepéről és jövőjéről tartott előadást. Egyre inkább jellemző ugyanis, hogy a robotok fontos szerepet töltenek be a mezőgazdaságban is. Ezzel kapcsolatos kutatás és fejlesztés már évek óta zajlik az Óbudai Egyetemen is. A robotika területén, tehát konkrétan a robotkarok és robotjárművek alkalmazását tekintve, mi például a gombatermesztés automatizálása irányába értünk el kezdeti sikereket, illetve részt veszünk egy nagy nemzetközi projektben, ahol a húsipart szolgálat, a sertésfeldolgozás szolgáló robotizált megoldásokat fejlesztünk. Ugye ez nem agrárium, hanem az már inkább az élelmiszeripar világa, de ezt agri-food szektorként együtt szokás emlegetni. Valamos Péter hozzáteszi, a szóban forgó robotok egy része már most alkalmazásban van a mezőgazdaságban, de folyamatosan újabb és újabb megoldásokat követel a szektor, adott esetben olyan területeken is, ahol eddig ez lehetetlennek tűnt.